ásott halom szerb magyar határon lévő település polgármesterének nyrt leveléből idézek, amelyet fényképekkel is illusztrált. Tegnap a határ törvénytelenül átlépő betolakodó migráns csoport néhány kilométer megtétele után ásott halom közigazgatási területén egyszerűen lezárt, blokád alá vett egy forgalmas közutat. Túl azon, hogy rendkívül balesetveszélyes volt, el tudják-e képzelni, mit érezhetett az a törvénytisztelő, adófizető magyar állampolgár, aki szembe találta magát ezzel az örjöngő, fenyegetőző társasággal. Főleg, ha a gyermekei is ott ültek az autóban, és látták, hogy nem engedi őket hazajutni a saját otthonaikba ez a csürhe. Az Európai Unió vezetőinek elmebeteg döntései miatt egyre többen jönnek, egyre agresszívebbek, egyre követelőzőbbek, látják, hogy a törvényeket nekik nem kell betartani. Timmermans biztos úr, ön, mint a joguralomnak a nagy szakértője, mit szól ehhez? És a jogegyenlőséggel kapcsolatos eszme... Vielen Dank, Frau Kollegin. Európai Unió alapvető jogainak érvényesüléséről szóló jelentésre. Tekintettel arra, hogy a tömeges illegális bevándorlással összefüggésben a migránsoknak szinte korlátlan jogokat ad ez a jelentés, miközben elfeledkezik arról, hogy vannak emberi jogaik az érintett európai közösségeknek, nemzeteknek és embereknek is. Itt tartom büszkén a kezemben a Nemzeti Jogvédő Szolgálat drámai hangú közleményét. Ez volt az a magyar szervezet, ami 2006-ban a szemkilövések és tömeges emberjogi jogsértések idején is kiállt a magyarok emberi jogai mellett, és odaállt az áldozatok mellé. Ennek a címe a következő: bevándorlási válsághelyzet, kettős pont, a magyaroknak is vannak jogai. És felajánlja a szakszerű jogi segítségét egyrészt azoknak az egyéneknek, akiket jogsértésért, például a terményeiknek elpusztítása, termőföldjeik elpusztítása, a közbiztonság fenyegetése kapcsán előtérbe kerülő jogsértések, a tömegközlekedés ellehetetlenülésével kapcsolatos jogsértések, és így tovább. Biztatom jogász társaimat Európa szerte, hogy tegyék ugyanezt, álljanak ki honfitársaik emberi jogai mellett. Köszönöm szépen!